sikeres és sikeres legyek. Egymással kötött egy megállapodást, így a Magyar Borongottyaralli Kft. Kiemelt támogatója lett a Magyar Borongottyaralli Szövetségnek. Ennek az akkor még papíron nem létező, de gyakorlatban már működő együttműködésnek az egyik példája volt az, amikor a második motoros borongottyaralli többek között a két kiemelt minisztérium munkatársai mellett Madár Erdély Zsolt, a Szakszövetségnek az elnöke, amit áprilisban választottak elnöké, rajtoltatta. Terveink szerint az idén is így lesz, tehát itt a csapat Pláza parkolójában a rajtoltatást végző személyzet, nevező személyzetnek egyik tagja Madár, azaz Erdély Zsolt lesz. Meg kell még emlékeznünk, és meg kell említenünk még három olyan szervezetet, társaságot, akik hagyományosan támogatják a Magyar Borongottya Rally rendezvényeit, és nem a fontossági sorrend az, ami most el fog hangzani, mert én azt gondolom, hogy mindezen szervezetek tényleg szívükön viselik Magyarország sorsát, illetve ténylegesen tesznek is azért, hogy ebben a hazában mindannyian boldogabban legyünk. Az egyik ilyen szervezet a Borsa-Hungária Kft., aki évek óta stabil partnere a Magyar Borongottya Rallynak. A másik ilyen szervezet az Egon biztosító, aki a tavalyi évben kezdődő tárgyalásokat követően ettől az évtől úgy nézik, hogy nem csak ezen az évben, hanem talán folyamatosan sok éven keresztül partnere lesz valamennyi rendezvényünknek. És van egy harmadik, és nem ők a legutolsó, sőt, hanem ők a legelső ebből a szempontból, akiket szeretnék nektek bemutatni, az Opel Magyarország, és ezzel az egy mondattal szeretném Jancsó Gyulát, az Opel Magyarország ügyfélkapcsolati igazgatóját, valamint B2B projekt igazgatóját felkérni arra, hogy fáradjon ide ki hozzánk, és pár szót mondjon azért arról, hogy miért támogatják, miért látják a fontosnak, miért szeretnének részt venni ezen a rendezvényen.